A magyar szép próza századai. Nyolcadik rész. Heltai Gáspár. Bevezetés összeállította Nemes Kürti István. Heltai Gáspár a magyar próza első klasszikusa. Ez a kolozsvári lelkész akkor is nagyot tesz a magyar nyelvét, ha egy sort sem ír. Nyomdát tartott ugyanis fenn, és a nyomdában szinte az egész akkori magyar irodalmat kiadta. Saját nyomdáját ő maga is ellátta. Legfontosabb prózai művei, magyar krónikája, meséi, továbbá az első magyar novellás kötet, és egy bűnügyi regény, vagy inkább beszámoló az inkvizíció rémségeiről. Heltai már nem latinból magyarít, mint még Pesti Gábor. Ő a kortárs német irodalomból csemegézi ki a javát, és az dolgozza át ízes magyar nyelvre. Első prózai munkája egy részegeskedést feddő párbeszéd. 1552-ben jelent meg. Ezt követi a 60-as évek közepén ezópusi mesegyűjteménye, míg Pesti Gábor arra törekedett, hogy a latin eredetit minél tömörebben, minél hívebben közvetítse, addig heltai ugyanezeket a meséket, német minta alapján, jó hosszúra bővíti, kacskaringósan térve ki anekdotikus részletekre. Mivel a rádióhallgatók imittamot már hallhatták e heltai meséket, tanulságul inkább e mesékhez írott, kedélyesen bölcs előszavát mutatjuk be, mint a magyar eszé irodalom első zsengéjét. Mikszáti derű, Mikszáti gún, íme a nagymester elődje. Novellás könyvéről, a Ponciánus császár históriájáról is sokszor esett újabban, az olcsó könyvtárban is megjelent. Ezért erre is csak utalunk. Heltai a hétbölcs mester néven ismert keleti mesegyűjtemény dolgozta át, egy korabeli német kiadás alapján a 16. századi magyar reneszánsz vérbő alakjai vonulnak el előttünk. A rátarti polgár, a nőcsávász katona, az élveteg özvegy. Nem hiába nevezik néha heltai mestert a magyar bokacsónak. Igen fontos, a magyar szépróza fejlődésében krónikája. Ez látszólag nem egyéb, mint Bonfini, Mátyás korabeli olasz tudós könyvének fordítása. Heltai azonban betoldja a maga megjegyzéseit, külön véleményét, felhorkanásait, megbotránkozásait. Hunyadi János történetét pedig éppenséggel regényes formában adja elő, félretolva Bonfini mestert az ő tudálékosságával. A finnyás olvasóknak vagyon deák bonfiniusok, ott megolvashatják, ha igen nagy kedvek vagyon hozzá. Veti oda egy helyen krónikájában. Kis híja hogy nem az első magyar regény kerekedett ki, Heltai magyar krónikájából, vagy talán mégis? Heltai Gáspár minden jámbor olvasóknak kíván Istentől mind lelki s mind testi jókat. Szerető uraim és szerelmes atyám ím gyűjtöttem és egybeszedtem száz fabulát, régieket és újakat. Mi okból műveltem legyen ezt, minden jámbor olvasó megértheti az értelmekből, melyeket minden fabula mellé szerzöttem, és utána vetöttem. Senki e munkámmal nem akartam ártani, senkit nem akartam bosszontani, senkit is megküssebbíteni, és vélem, hogy ha valaki e fabulákat jó szűvel meg akarja olvasni, hogy sok jó hasznot vehet belőle mert noha e fabulák embertől talált és meggondolt dolgok, de azért ugyan és külön különb szép és hasznos tanulságok vannak benne. De noha ides és igen jó akaratból felvettem ezt a munkát, mely bizony nem igen kicsiny és alávaló, és noha nem kevés haszonjő a jámbor olvasóknak belőle, de mindazáltal tudom, hogy sokan lesznek kik az én jó szándékomat és nehéz munkámat, mind vissza és gonoszra magyarázzák. Mert a szája veszetteknek akármit adj eleikbe, azért ugyan nem kedvelik, mert a szájoknak íze elveszett. Olyan az írítségnek természete is. Ezeknek ezokáért semmit nem mondok, hanem ezt, hogyha az én munkám nekik nem tetszik, Ottan üljenek le, és csináljanak jobbat. Én bizony nem irígylem. Ha ezokáért én is úgy járok, mint a szegény ember fiával és szamarával járt volt, nincs mit tennem. Mert mikor a szegény vénember hozzávötte volna az ő gyermekfiát, és elejbe vötte volna az ő egyetlen egy szamárát, hogy a városba hajtaná eladni, megláták őket az út mellett cselekedő és munkálkodó emberek, és megneveték a szegény vénembert, mondván. Bezzeg bolond, agebez! Lám, mint hajtja előtte a szamárt! Nem tud az ageb reája ülni, avagy a gyermeket reája ültetni. Mely nehezen járhat, ő maga is csak alég ballaghatik. Hallván azt a szegény ember, felültöté a gyermeket a szamárra, és ő maga utána ballaga. Látván azt az út mellett való dolgozók, mondának. Bezzeg bolond vén ember mert csak alig ballakhat mégis nem ült fel a szamára, hanem a gyermeket ültette felreája. Maga a gyermek könnyebb volna, s könnyebben járhatna, hogy nem ő maga. Halván ezt a szegény vén ember is meg-megmásolá tanácsát, és leszállítta a gyermeket, és ő maga üle fel a szamára. Látván azt az út mellett munkáló emberek mondának. "Micsoda hitvány kegyetlen vén ember ez! Ím ő maga felült a szamára, és utána kell gyalogalni a szegény gyermeknek. Lám ugyan rabbá tötte az önnem fiát, és semmibe nem kimíli a szegény gyermeket. A vénember halvána a beszédőket megharagúvék, és felvoná a gyermeket, és háta megé ültötte azt a szamára, és elindul a város felé. Mikor ön ezt látták volna az út mellett való dolgozó emberek, mondának. Micsoda bolond és kegyetlen vénember ez. Láb, a természet dolgát sem érti meg, mert azért vagyon a szamárnak oly rövid háta, hogy csak egy ember üljön rá. Eszkedik másod magával hágott a szegény szamárra. Kár, hogy olyan vénember és bolond. Halván ezt a szegény vénember, mondá, e nagy dolog, hogy semmiképpen nem találhatom a módot, hogy úgy cselekedhessem, hogy az embereknek tessék, és megharagudván, Mind a négy lábát egybeköti a szamárnak, és egy rudat nyújta által, és mondá fiának. Jer, vigyük el! Ne talán emó tetszik nekik! És ketten vinni kezdék a rúdon a szamárt. Látván ezt az út mellett való emberek, kacagni kezdének, és mondának. Ó, bolond vén ember, mint fiastól, én mint viszi a szamárt, ki látod soha olyan dolgot? Maga mindketten ülhetnének a szamár hátára, és szépen elhordozná őket a szamár. Látod én, mind bolondultanak meg mindketten. Halván ezt a szegény vén ember igen megbúsula, és mondta a fiának, ördeg győzi ezeknek kedvékre cselekedni, ha imeszt műveljük, nem jó, ha amaszt műveljük, az sem jó, ha imít cseleköszünk, nem tetszik nekik, ha amúgy cseleköszünk, az sem jó sem ekképpen, sem amaképpen nem jó. Jár, vessük a vizsla szamár a vízbe, hogy megmeneködjünk tőle. És beveték oda a vízbe, és meghala a szegény szamár a vízbe. És ekképpen a szegény vénember az ő fiacskájával pénz nélkül és szamár nélkül hazatére. Ha ez én felőlem és az én munkám felől így kezdnek ítélni, nincs mit tönnem, el kell azt is tűrnem. Miért, hogy tudom, és bizonyságot vettem róla, hogy az emberek olyanok, hogy senki kedvekre nem cselekedhetik semmit, de mindazáltal nem szinte olyan kába leszek, mint a szegény ember, hogy munkámat eféle harapásokért és mérges ítéletekért a tűzbe vessem, avagy a vízbe hányjam vaj nem, hanem megérem avval, hogy jó szándékból és jó lelkiismeretből cselekszem, és aféle íridlángú irigyöknek mondom, Dikátis Melióra. De mindazáltal hiszem, hogy vadnak jámborok, kiknek fog tetszeni a munkám, és kik jó hasznot vesznek belőle. Miért, hogy nem csak a puszta fabulákat szörzettem egybe, hanem minden fabulának az értelmét is melléje töttem, melyet megsperköltem és megékösítöttem szent írásokkal és egyéb szép bölcsmondásokkal és közbeszédökkel. Ajánlom magamat a jámboroknak minden munkáimmal egyetembe, kiknek minnyájan kívánok Istentől, mind lelki, és mind testi jókat. Az Hunyadi Jánosról, Erdélyi Vajdáról és annak jeles dolgairól. Hunyadi Jánosnak eredeti. Mikoron az Isztrigy mellett Déván felől Zsigmond király táborba szállott volna, ott mulata egy üdeig. Méglen az Erdélyi Vajda felvönné az ő népét, és az alföldi hősek utána érköznének. Mikoron egy jó üdeig ott mulatott volna, elúná az özvetséget, és a komornyik inasokkal szólani kezdde az a föld felől. Minél műföld volna, szép nép volna egy rajta. Kiváltképpen, ha valami szép asszoni állatokat és leányokat láttanak volna ott a környékben valahol. Mondának az inasok, hogy szép személyeket láttanak volna, kiváltképpen egy igen szép leányt láttanak volna, egy gazdag bolyérnél, kinek mása nem volna messze földön. Zsigmond király érette bocsátá az inasokat mikoron elhozták volna a leánt, és a királyjal szömbe állana estve, mondta a királynak. Felséges uram, én nemes leán vagyok, az morzsinai nemzetből való. Ha velem közesülni akarsz, együld megterhesülök tőled, mint lönne annak utána magamnak és az én magzatomnak dolga. Erre legyen felségednek először fő gondja. Mondd Zsigmond király. Ha megterhesülsz tőlem, gondom leszen reád, és szép jószágot adok tenéked és magzatodnak. Nemzetségedet is jobban megnemesítem, és nagyobb méltóságra viszem. És hittel megígéré ezt néki, és keze adásával is megerősíté. Nem sok idő múlva leesék a szép morzsinai, és igen szép fiat szüle, és megkeresztelvén azt Jangulának nevezé őtet és nagy gondot viselereje az anyja, és szépen nevelé azt, mint Zsigmond király meghatta vala néki. Egyszer az asszony mosni készül vala, és letötte vala az Jankulát a földre, hogy ott hallgatna és játszódnék a porba. És igen erősen kezdte a gyermek ott sírni. Az asszony oda méne, és a Zsigmond király gyűrőjét adá a Jankula kezébe, hogy avval játszódnék, és vesztek hallgatna. Mikoron egy jó ideig játszott volna Jankula az gyűrővel, és ott hallgatna a porban, egy holló meglátá a fáról a szép fénes gyűrőt, az gyermek kezébe, és odaröpülvén kikapá a gyermekkezéből a gyűrőt, és felvivé azt a fára. Az Jankula hertelen igen kezdde kiáltani. Az anya elhagyja a szappanozást, és elfuta még a gyermekhöz. Tehát nincs a gyűrő. Felteként rén a fára, tehát az holló orrába fénylik, és ott praktikál rajta. Eliede az asszony, és mindjárást a bátyjához futamék, és nagy zokogással megbeszélné néki, mint járt volna, és monda: Szerelmes bátyám, megyünk! Az átkozott holló elkezdi minden szerencsénket elveszteni. Mert orrában vagyon az Zsigmond király gyűrője, melyet jegyülada én nékem, midőn megművelém az ő akaratját. Ha az a gonosz holló elviszi a gyűrőt, nem fogja a király megállani az ő ígéretit, melyet én nékem tött. Bizony a gyűrő nélkül soha nem merek a király elejbe kerülni, sem nem merem a szegény Jankula dolgát előtte említeni. Jaj, jaj, hová legyek? Morzsina is eljedvén, megragadá íját, stegzét, és elméne az hugával. Íme tehát a holló ott vagyon a fán, és praktikál az orrával a gyűrővel. És mindjárást egy nyillal hozzá aránza, de nagy hertelenkedésbe hibát tőn, és nem találá el a hollót. Más nyilatvén és avval mely lövé a hollót, hogy alá esék mind gyűrőstől, és nagy örömbe lőnek mindketten. A Magyar Szép Próza Századai című sorozatunk nyolcadik része hangzott el. Bevezette és összeállította Nemes Kürti István. Közreműködött Bánfigyörgy és Horváth Sándor. Rendezte Déri Éva. Szerkesztő Albert Zsuzsa.